Sziasztok! A mai videóban ez a tünepényes kis hörcsök lesz a vendégünk, aki azért érkezett a rendelőnkbe, mert gazdjai észrevették azt, hogy kevesebb táplálékot fogyaszt, elég rohamosan fogyni kezdett, illetve hogy a hátsó fertája állandóan nedves és ragacsos. A vizsgálatok során kiderült az, hogy jegyes méhgyulladással küzd. Ez a betegség szépen orvosolható műtéti úton. Gyakorlatilag egy ovari hiszterektómiát hajtunk végre, azaz kivesszük a petefészket méhet, ezután pedig egy antibiotikumos kezelésnek vetjük alá a kis hörcsögöt. Ez jelenti az utókezelést, hogyha szükség van kényszertáplálás, illetve infúziós terápia, ami még ilyenkor szóba jöhet. Miről is vehetjük észre az ilyen problémát? A rohamos fogyás, a nemevés, vagy kevesebb táplálékot vesz magához, vagy egyáltalán nem eszik az állat, illetve vér vagy gennyes váladék ürülése az ivarszervekből. Ezek a legfőbb jelei. Nagyon gyakran csak azt veszi észre a gazdi, ugye, hogy össze van tapadva a szőr a hátsó fertájon, és ebből látszik az, hogy valami valahonnan ürül, aminek talán nem kellene. Megműtöttük, ezeket a műtéti felvételeket láthatjátok a videóban, és szerencsére nagyon jól viselte a dolgot. Rögtön a műtét után már enni kezdett, és azóta is nagyon szépen halad a gyógyulás útján. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, reméljük, hogy hasznos volt, tartsatok velünk a következő részben is.